A segítőkész szolgálat 2016 óta látta el a szociális alapszolgáltatások feladatait a Dombóvári kistérség 12 településén. Két területen a családsegítés és gyermekjólét, illetőleg a házi segítségnyújtást igénybe vevők számára nyújtottak támogatást. Én a segítőkész intézménynél dolgoztam gyakorlatilag annak az indulásától, annak a megszületésétől és kialakulásától egészen 2020. augusztusáig. Az intézmény nagyon a szívemhez nőtt, én nagyon szerettem ott dolgozni, viszont ez az integráció, ami most létrejön, ez nyilván már közel egy évre visszatekintő szakmai gondolat. Ez a gondolat már megfogalmazódott fenntartói szinten, megfogalmazódott szakmai téren is, és ez úgy épült be az én gondolatrendszerembe is, az én gondolatvilágomba, hogy ez az egyesülés, ez csak jót hozhat. A segítőkéz a házi segítségnyújtásban közel 90, míg a családsegítő gondozásban közel 100 ügyféllel foglalkozott. Én azt gondolom, hogy azt ott abban a formában nem feltétlenül lehetett már fejleszteni. Kistérségben a szakember kollégák feltérképezték azt, hogy ki az, aki rászorult, ki az, akinek segítségre van szüksége, és velük folyamatosan dolgoztak. A segítőkész befutotta azt a pályát, amiért létrehozták, állítja az egykori vezető. 2021. január 1-től annyiban változik a helyzet, hogy a segítőkéz alapszolgáltató intézmény beolvad a Dombóvári Egyesített Humán Szolgáltató Intézménybe. Innentől kezdve ennek az intézménynek az ellátási területe 16 településre fog kiterjedni. Én azt gondolom, hogy a szakmai munka szempontjából mindenképpen egy gördülékenyebb, egy hatékonyabb munkavégzést fog ez eredményezni. A változás abban fog egy nagyon hatékony és nagyon jó eredményt hozni, ezt várjuk, hogy a szakemberek itt a dombovári székhelyen fognak együtt dolgozni, így gyakorlatilag azonnal tudnak egymással kommunikálni, annak érdekében, hogy a problémákat megoldjuk. Természetesen ez ugyanúgy fog vonatkozni a kistérségre, ez a 16 település ez lefedi a dombovári járási településeket, és azok a családok, akik eddig a szolgálat vonatkozásában a segítőkéz intézmény szakembereivel álltak kapcsolatba, ők ugyanúgy megkapják ezt a segítséget, hiszen a segítőkéz intézmény szakembergárdája is érkezik ezzel az összevonással a nagy intézményhez. Az idősellátás területén változást hoztak, hogy a demenciával küzdő ellátást kiemelten kezelik a jövőben. Mi szeretnénk egy kimondottan demenciával küzdő idős réteget megcélozni. Én azt gondolom, hogy erre hatalmas szükség van, és per pillanat nem annyira kidolgozott ez a terület, mint amennyire szükség lenne rá. Ez finanszírozási szempontból is előnyt fog jelenteni, illetve hát azok a demenciával küzdő idősek, azok az emberek is meg fogják kapni azt a hatékony segítséget, amire szükségük van. Őket otthoni ellátásban is fogjuk kezelni, ugyanis per pillanat zajlik egy képzés, amin az intézmény több dolgozója is részt vesz. Ez kimondottan egy demencia képzés, illetve célul tűztük ki egy demens idős klubnak a működtetését. Ennek a típusú állapotnak, betegségnek nagyon sok olyan tényezője van, ami speciális szakmai felkészültséget, speciális tudást igényel a szakemberektől. A demenciával küzdők kezelése már bejáratott eljárási forma a hasonló tevékenységet ellátó szervezeteknél, mondja Kovács Gabriella. Az, hogyha ez Dombóváron is megvalósulhat, a saját ellátási palettánk bővülését jelenti. Reményeink szerint, tette hozzá, a működéshez és a feladatellátáshoz szükséges forrásaink is rendben megérkeznek majd, így valóban egy hatékonyabban működő szociális rendszer veheti kezdetét a városban és a kistérségben.